A drágítás azt jelentette, hogy például egy 45 négyzetméteres üzlethelyiségért havonta mintegy 3000 dinár kommunális díjat kell fizetni. A cég tulajdonosok alaptalannak tartják az ilyen fokú emelést. Amikor mi ezt megkaptuk, az új számlát, tehát 300%-os emelést, akkor mindannyian ugyanúgy gondolkodtunk, hogy ezt nem tűrhető, nem tudjuk el kifizetni, és akkor egy petíciót írtunk, amit mindenki ugye aláírt, és így benyújtottuk a községnek, de nem kaptunk semmiféle választ, úgyhogy kénytelenek voltunk, most ez 2 hónappal ezelőtti történet, kénytelenek voltunk ettől a hónaptól kezdve visszamenőleg befizetni a számláinkat. Jelen pillanatban mondjuk rá a kommunális taxák, amik igazán meg növekedtek, és hát nem csak én, hanem többi vállalkozónak is éppenséggel probléma. Az illeték emeléséről a Comgrad közvállalat igazgatója Szombati Zoltán elmondta. Az ország több városában alkalmazott árjegyszék van érvényben, melyet a KKT is elfogadott. Az igazgató szerint eddig volt olyan vállalkozás, amely havonta 150 dinárt fizetett a szemétszállításért.